Második alkalommal rendezték meg Maglódon a kihívás napját, csatlakozva a Magyar Szabadidős Sport Szövetség országos rendezvényeihez. Délelőtt a nevelési intézményekben mozoghattak a gyermekek, míg délután a központi iskola udvarán már bárki sportolhatott. Gyógytorna, jóga, asztali tenisz, kosárlabda, labdarúgás, zumba, karate és futás sportágakban lehetett minimum 15 perces aktív testmozgást végezni. 1982 óta minden év május utolsó vasárnapján megrendezendő kihívás napján az a cél, hogy felhívják a figyelmet a rendszeres testmozgásra, annak nem csak az izomzatra, de a szívre, tüdőre, teljes szervezetre való jótékony hatására. Az ingyenes rendezvényen minden résztvevő emléklapot kapott és részt vett a záró akkordként tartott tombolán is, melynek nyereményeit maglódi vállalkozók ajánlották fel. A szervezők megköszönték a Vermesi Péter általános iskola igazgatójának, hogy a helyszínt biztosította, és a sportolóknak pedig azt, hogy eljöttek és részt vettek, és jövőre újra várnak mindenkit.